Az éjszaka közepén egy sötét erdőben egyedül kempingezni már önmagában egy hátborzongató élmény, azonban ha közben elkezdesz vészjósló suttogásokat hallani, na az már igazán sokkoló lehet. A mai videóban éppen ez lesz a téma, mivel a legrémisztőbb eseteket gyűjtöttem össze, amik sátratás közben történtek. Létezik egy YouTube csatorna, Hike Slam néven, ahová Phil már 2017 óta tölt fel videókat túráiról. Olyan szinten bepillantást enged nézőinek túrázásaiba, hogy például bemutatja, hogyan készül fel egy-egy hosszabb útra, hogyan érdemes tábort verni, ha egyedül vagy az erdő közepén, hogyan válasz ki a megfelelő túrafelszerelést, szóval gyakorlatilag elejétől a végéig minden dokumentál, mintha csak egy videónaplót látnánk. 2021. november 7-én azonban olyan dologra bukkant, amire sok éves tapasztalata sem tudta felkészíteni. Éppen az Appalachian Trail-en túrázott, ami egy 3500 km hosszú út Amerikában, amikor is egy szakaszon furcsa szemetekre akadt egy titkosabb rész mentén. Érdekes módon írások voltak a flakonok és egyéb hátrahagyott dolgok oldalain, amelyek dalszövegeknek tűntek. Soha életemben nem hallottam még ilyenről, hogy valaki flakonokra írkáljon, majd elhaigálja azokat, de később még rosszabbra is fordultak a dolgok. Phil minden esetre egyre beljebb merészkedik a vadonba, ahol aztán újabb adag hátrahagyott üzenetekre bukkan, de ezúttal a kövekre és papírlapokra írva. The weirdness continues. What the? And there's a dead duck here. Némely íráson rejtélyes versek, másokon egészen részletes összeesküvés elméletek és titkos szövetségi ügynökök lebuktatásáról szóló elmélkedések találhatók. A férfi olyan levelekre is bukkant, amiket valami ismeretlen nyelven írtak, vagy egyszerűen csak értelmetlen szavak sorakoztak rajta. Itt már viszont egy másik súlyos dolog is felbukkan, ami egy kacsa teteme, amit valószínűleg ez a rejtélyes ember hagyhatott ott. Minden esetre a kacsát inkább kicenzúrázom, mert felkavaró lehet egyeseknek. Ezen a ponton pedig érdemes kitérni arra is, hogy a hátborzongató jegyzetek nyilvánvalóan direkt és okkal lettek oda helyezve, mivel több helyen is le voltak kötve, vagy ki voltak súlyozva azok, hogy ne tudja elfújni a szél. A másik érdekesség pedig az, hogy milyen jó állapotban voltak ezek az írások, vagyis nem mosta el őket az eső, nem hordták el az emberek vagy állatok, úgyhogy biztos, hogy valaki frissen, nemrég helyezte el ezeket. Nem sokkal később pedig Phil fel is figyel egy hátborzongató dologra, vagyis éppen arra, hogy tőle körülbelül 20 méterre valaki tábort vert, akinek vagy ugyancsak látnia kellett volna a nyugtalanító tárgyakat, ami után nem valószínű, hogy pont ott a döglött kacsa mellett akar majd tábort verni, vagy éppen arra az emberre bukkant, aki mindezt ott elhelyezte. A férfi tehát inkább úgy döntött, hogy a lehető legtávolabb akar lenni ettől a helytől, és inkább az egyik menedékhelyet vette célba, ami körülbelül 2 mérföldre van onnan. Végül aztán néhány órával később a férfi megtalálta az egyik menedékhelyet, ahol biztonságban töltheti el az éjszakát, így itt tábort vert, fát szedett és tüzet rakott. A vacsora után aztán visszament a kis épülethez, ahol megkereste a tábornaplót, és hogy elüsse az időt, még alvás előtt átlapozta, majd ő is írni akart bele. Sok helyen vannak egyébként az USA-ban a túraútvonalak mentén ilyen kis füzetek kiakasztva, ami egyfajta vendégkönyvként gyűjti az élményeket és történeteket, amiket az arra járók írnak bele. I'm gonna check out the shelter log here. I hang out by the fire. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter log. Where people write in their trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Little engine, back section, hiking again finally. It's nice and little trail magic. Ah, some comics and writing and stuff. All right, let's see what's happened recently. Holy crap. Wait a second. Hold on, I'm adjusting the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Habár Phil kb. 3 kilométerre volt attól a ponttól, ahol a leveleket és a kacsatetemet találta hátrahagyva, azonnal feltűnt neki, hogy a napló utolsó oldalán pont az a kézírás szerepel, mint ami a palackokon és a leveleken volt. Ez már önmagában sokkolta a férfit, de mikor rémülten beleolvasott a hátrahagyott írásba, akkor csak még rosszabbra fordultak a dolgok.
2018 while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? In solitary confinement, I figured the following out. Refer to Isaiah 28:15 through 9. This is the same ramblings from the guy that was on the other side of the river. That's kind of scary. Kind of weird. Those women down there said they were going to call the police on the guy. Wow, this is weird. It's just like it goes in one direction, then immediately goes in a completely different direction. And there's just so much of it. Like this line up here. Think grave robbery in an attempt to obscure the reality of Little Mrs. Wolf. Content. Come up with some more of those wicked schemes, JB and company, so I can show some more of your true character. Ekkor tehát a gyanú beigazolódott, nem éppen egy normális ember uralkodik a szabadban, ahol még csak segítséget se tudsz kérni, ha bármi baj történik veled. Egy elítélt bűnöző hagyta tehát hátra a furcsa jegyzeteket és flakonokat, valamint feltehetően a kacsával is ő végzett. Az alapján pedig, amiket írkált, azt is lehet érezni, hogy az emberken nem teljesen épeszű, úgyhogy nyilvánvalóan akár veszélyes is lehet. Phil is azonnal erre a következtetésre jutott, de végül arra is rájött, hogy mivel semmilyen fegyvere nincsen, sőt csak egyetlen lámpával rendelkezik, ezért rossz elindulni a vaksötétben, mert pont hogy úgy hívná fel magára a figyelmet, ha éppen az éjszakában kint olálkodna a pszichopata ember is. Végül tehát inkább úgy dönt, hogy muszáj lesz aludnia, mert már ragadnak le a szemei, és mivel már messze van az autójától, ezért reggel a napfényben lenne inkább érdemes elindulnia. Pont még mielőtt lámpát oltana, felfigyel még egy pont ugyanolyan flakonra, mint amiket a rejtélyes ember hagyott hátra, ezúttal azzal a felirattal, hogy nagyon vigyázz, merre nézel, mert itt a holtak is élnek. Na igen, ekkor már el is ment minden kedve az alvás, sőt az adrenalin miatt azonnal fel is kelt, és eldöntötte, hogy ha kell, akkor mozdulatlanul fekve, de nyitott szemmel várja ki a reggelt. Igen ám, de aztán hajnal 3 órakor megtörtént az, amitől mindvégig rettegett, hangokat kezdett hallani a menedékhely körül. Ekkor a férfi kidugta a fejét, hogy megnézze, mi lehet a zaj forrása, de rögtön meg is hűlt a vér az ereiben, mert egy fejlámpás ember pillantott meg, aki éppen menedéke felé tartott furcsa léptekkel. Fiának ennyi elég is volt, azonnal felpattant és elindult az ellenkező irányba, folyton a háta mögé nézve, nehogy utolérje a gyanús fickó. Végül órák hosszat menetelt, míg végre visszaért az autójához, sőt ekkor már a nap is felkelőben volt, majd biztonságban haza is ért. Feltöltötte a netre a videót, de senki nem tudta megválaszolni, hogy pontosan kibe futhatott bele azon az éjszakán Phil. Ellenben a legtöbben egyetértettek vele, hogy a jó dolgot tette, mikor inkább hazaindult, és nem próbálta meg ő maga kideríteni, hogy mit akarhat az a furcsa, valószínűleg beteg ember, akinél akár fegyver is lehetett. Sam, egy feltörekvő kempingcsatorna tulajdonosa Cleveland, Ohio-ból, ahova 2016 óta tölt fel videókat. Ő egészen pontosan a stealth camping műfajt viszi, ami lényegében azt jelenti, hogy bárhol, helyszíntől függetlenül megállsz az autóddal, és ott tölted az éjszakát. Ez lehet a semmi közepén, egy erdőben, egy tisztáson, vagy igazából bárhol, mert itt pont, hogy nem a kiépített útvonalakat és helyszíneket keresi az ember, hanem a lehető legelzártabb környékeket. 2024. januárjában is egy stealth campingre indult Sam, ami egy hátborzongató fordulattal ért véget. Szokásához híven mindent rögzített, amit látott, miközben felfedezte a környező erdőket a sötétben. Kempingezős autóját egy helyi parkolóban hagyta, néhány száz méterre az út szélén, majd bement a vadonba. Úton befelé azonban egy kemping sátrat talált, amit darabokra szaggattak, és akkor rögtön furcsa érzése támadt, de nem állt meg, tovább haladt egyre mélyebb az erdőben. Végül tábort ver, és felállítja saját sátrát is, majd vacsorát kezd főzni. Amikor aztán a nap elkezd lenyugodni, akkor figyel csak fel néhány emberre, akik a kempinghelye környékén ólálkodnak, és ekkor meg is említi saját videójában, hogy rossz előérzete van, sőt úgy érzi, hogy valószínűleg veszélyben van. There's somebody, hang on. I don't know if they can see it or not through the tent, but I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. The
Sam azonban sajnos végül úgy döntött, hogy nem fogja félbeszakítani sátrazását, eltölti ott az éjszakát, függetlenül a rossz megérzésétől is. Rövidesen lezárja hát a felvételt és alváshoz készülődik, de akkor még mielőtt tényleg elaludna, a dolgok egy hátborzongató fordulatot vesznek. Ahogy Sam lélegzet visszafolytva vár, úgy tűnik, hogy a kinti lépések egyre hangosabbak, vagyis éppen hozzá közelednek, ezért végül ki is kiált, hogy megtudja, ki van ott. Először nem kap választ, és kezdi úgy érezni, hogy legrosszabb rémálma fog valóra válni, majd kb. Az ötödik kiáltásra már rájött, hogy itt bizony valakik nagyon rosszban sántikálnak. Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Hello? Hello? I'm getting out of here. Hello? Hello? I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? With me. With me here. Holy crap, get away. What do you want? Hello, I can't see you. Hello. All right, I'm getting out of here. We're getting out of here. Sokak szerint egy ilyen helyzetben nem szabad gyengeséget és félelmet mutatni azzal, hogy olyanokat mondasz, hogy nem látlak, vagy megijesztesz engem, és főleg nem szabad kitérni arra, hogy nem tetszik neked, ami történik, de a sokkos állapotban Sam nem pont ezen gondolkodott. Azzal ugyanis, hogy a gyengeség jeleit adod, elképzelhető, hogy csak még jobban felbátorítod a rossz akaróidat, és akár le is csaphatnak rád. A betolakodók végül kezd úgy tűnni, hogy békén hagyják és elmennek, de mikor Sam kipillant a sátorból, akkor csak néhány méterre tőle emberi alakokat látott kirajzolódni a sötétben. Teljesen kiborulva végül úgy dönt, hogy félbeszakítja az éjszakázást és visszaindul a furgonjához a parkolóba, de ekkor a dolgok megint csak rosszabbra fordulnak. I think they went this way. I see you! Get away! Alright, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on. I'm getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Ahogy visszafelé tart a parkolóhoz, még egyszer sajnos vissza kell indulni a sátorhoz, mert ott felejtette telefonját, de a sátorhoz visszatérve rögtön feltűn neki, hogy a támadók ellopták a dolgait. All right, they're moving again. I don't know, I'm getting out of here. We're going. I'll come back for this some other time. All right, out of here. I'm leaving, don't follow me! I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. I smell your cigarette. I can hear you. I hear you. Ekkor tehát biztosra eldőlt, hogy nem becsületes emberek környékezték meg, úgyhogy rettegve az életéért futásnak ered az erdőn keresztül, folyton visszafordulva, nehogy kövessék. Sajnos azonban ekkor olyat lát, amitől azonnal felszökött benne az adrenalin, vagyis észrevette, hogy támadói üldözőbe vették. This has got to lead back to the main trail. I don't know where they are. I think it's all foggy up here. I got water in my headlamp. I don't know where to go. I don't see or hear anybody anymore. I hear them coming. I can't see the shadow. Here's a path. Okay, get me there. I'm recording all of this. I'm calling up police. All right, I'm back on a path. Back on a path. Okay. Get away from me! Végül szerencsére visszatért a furgonjához és biztonságosan hazahajtott, majd másnap feltette a videót a netre. A kommentekben egyébként többen is azzal vádolták, hogy szerintük csak megjátszott a videó a nézettség érdekében, mivel szerintük nem létezik ilyen, hogy valakik az éjszaka közepén így leselkedjenek áldozataikra, de Sam reakciói valahogy túlságosan őszintének tűnnek ahhoz, hogy kamu legyen. Végül egyébként a kommentek hatására rövidesen vissza is ment a helyszínre, ahol megerősítést nyert, hogy az értékeit ellopták, de a sátort meghagyták. Úgyhogy igen. Mindenki maga eldöntheti, mennyire hiszi el ezt a történetet, de az én véleményem az, hogy ha annyira profi lenne Sam, hogy ennyire hibátlanul elő tudja adni ezt az esetet, és ilyen meggyőző reakciókat lenne képes előhozni magából, akkor valószínűleg komolyabban is foglalkozhatna a színészkedéssel, és nem csak kempingezős videókat töltene fel. Minden esetre írjátok meg, hogy ti mit gondoltok.
Creepy Outdoors csatornán olyan elhagyatott és rémisztő helyekre viszi magával nézőit a feltöltő, ahová az ember nem szívesen menne egyedül. 2022. októberében is éppen egy ijesztő hóval fedett helyet fedezett fel emberünk egy névtelen erdőben, a semmi közepén. Sokáig csak a srác lélegzetét hallani, amiközben teljesen úgy érzed, mintha te magad is ott lennél vele. Ahogyan sétálgat, néhány szóban kitér rá, hogy mindig is az volt a legnagyobb félelme, hogy a vaksötétben egyszer csak egy emberre fog bukkanni valahol, és aztán a videó 13. percében történik is egy olyan dolog, amitől azonnal lesokkolódik. Hegyezd a füled, és hallani fogsz valami nagyon hátborzongatót. Oh, hi. What? I need to get out of here. Oh, boy. Oh. Okay. That was creepy. I need to get out of here. A közelből néhány tíz méterre egy kiáltást lehet hallani, ami eltéveszthetetlenül azt üvölti, hogy I see you, vagyis hogy látlak. Lehetséges persze az is, hogy egy vadon élő állat, például egy préri farkas vagy róka vonyított, de eléggé kicsi esélyt látok arra, hogy ez pont úgy hangozzon, mint egy valódi emberi mondat. A legzavaróbb az egészben pedig éppen az, hogy a hang pont addig várt, amíg emberünk le nem kapcsolta a lámpát, mintha csak valaki játszani akarna vele, és ezzel hozná tudtára, hogy most meg fogja keresni őt, mert meglátta és kár elbújnia a sötétben. A feltöltő ekkor tényleg elhagyta a helyet, sőt sprintelve ment vissza autójához, úgyhogy végül senki nem kapta el, és hazaérve fel tudta tölteni ezt a videót, de akkor is. Gondolj csak bele, milyen szinten halálra rémülhetett, mikor tényleg a semmi közepén, messze a házaktól és városoktól valakibe belebotlik egy olyan erdőben, ahol minimum napokig, de az is lehet, hogy soha nem találnak rá, ha valaki bántani akarta volna őt. A Love Sundays egy angol camping csatorna a YouTube-on, amit egy Sean nevű srác vezet, aki imád a vadonban lenni. Szólóban kempingezik fehér furgonjával az Egyesült Királyság egész területén, és sok mindent látott már, de olyat még nem, mint amit ebben a videóban élt át. 2024. februárjában töltötte fel ezt a videót, ahol szokásos furgonjával az erdő mellett az úton állt félre, majd elment túrázni az erdőbe. Csak későn este tért vissza Sean az autójához, hogy vacsorát készítsen, ameddig minden normális is volt. Befejezi még a videót, mesél néhány dolgot, majd este 9 órakor lefekszik és elalszik. Hajnal 2-kor azonban nyugtalanító dologra ébred. Akkor elhúzza a függönyt és emberekre figyel fel, akik a furgonja körül sétálgatnak. A férfi ekkor mozdulatlanul, észrevétlenül figyelte őket, amíg csak bírta, majd a látogatói végül az autójukhoz mentek és elhajtottak. Sean végül ki is dugta a fejét az ablakon, hogy megnézze pontosan mi történt, de ekkor már csak a távolodó autót láthatta. Másnap reggel aztán, mikor a férfi ki akart menni vécézni, akkor jött csak rá, hogy mit csináltak olyan közel az autójához. Door stuck. What the actual? See that? So here's the. It was obviously just people wanted to f*** about and just be funny, I guess, but how dangerous is that, locking someone in their van? Let me check the back door. Well, there's nothing on this one because they wouldn't have been able to tie it to anything, would they? There's no way they could have done that door anyway. De hogy miért is akarna valaki lezárni egy idegent a saját furgonjában? Talán csak fiatalok szórakoztak vele és meg akarták ijeszteni, de az is lehet, hogy később akartak visszajönni akár felfegyverkezve, hogy kirabolják a bent ragadt tulajt.
Szerencsére minden esetre nem tértek vissza, mivel Shaun már korán felkelt és azonnal inkább útnak is indult, mielőbb valami nagyobb bajba keveri magát. A gyors kötözőket végül természetesen levágta, a felvételt pedig bevitte a rendőrségre bizonyítéknak, de ott nem tudtak mit kezdeni az üggyel, és végül senkit sem kaptak el ebben az esetben. Ezzel pedig a mai videó végére is értünk. Mindenképp nyomjatok egy lájkot, hogy élveztétek, és szeretitek a hasonló, kicsikét rémisztő, ijesztő, vagy esetenként akár paranormális videókat. Ha pedig már itt tartunk, akkor írjátok meg kommentekben, hogy veletek történt-e már hasonló sátrazós eset a vadonban, vagy akár csak bármilyen más vérfagyasztó eset az éjszaka közepén. Tudjátok jól, mindig olvasom a kommenteket, és sokszor egy igazi párbeszéd szokott kialakulni, úgyhogy tegyük meg ezt ismét, írjátok meg, hogyha van bármilyen sztoritok. Én most minden esetre megköszönhetek a figyelmet, ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám és nyomjátok be ezt a kis csengőt is, hogy lássátok az újabb izgalmas videókat is majd a csatornán, amik közül nem sokára már jövök is egy újabban, lehet rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, de addig is még további szép estét, és persze, sziasztok!